8 csajok, stb. A Józsefváros Újság új podcastje. Sok szeretettel köszöntjük a 8 csajok, stb. Podcast hallgatóit. A mai adásunkban egy kicsit a gyógynövények világába fogunk elkalauzolni benneteket. Egészen pontosan nem mi, hanem aki vezet minket. Mácsadi Anni, aki aromaterápiás, fitoterápiás, gyógynövény szakértő, és Banya néven van jelen az Instagramon, aminek a történetéről majd mindenképpen megkérdezzük, meg arról is, hogy hogyan jött az életedbe a gyógynövénytan és a gyógynövényekkel, aromákkal való gyógyítás, foglalkozás, ha nevezhetjük így. Végül is igen. Sziasztok! Sziasztok, kedves hallgatók! Hát a Banya név az nagyon vicces, mert rám ragadt igazából, és most így a boszorkányság meg a füves asszonsággal kötjük össze. De igazából kedves barátnőm nevezett el így, az indul a Bakterház Banya karaktere után, aki ugye üldözi a gyerekeket a seprűjében, és állandóan morgolódik. Volt egy ilyen időszakom, amikor... Üldöztet a gyerekeket a seprűjében? Nem feltétlenül, de zsimbeltem, mondjuk az megvolt, és innen maradt ez a ragadványnév, aztán annyira rajtam maradt, hogy akkor mondom, figyelj, egyébként ez a varástalan boszorkány verzió, ez nekem tetszik, és akkor igazából köré építettem az Instagram oldalat. Hát most így Banya Anni néven fut, aztán majdnem soká Banya műhelyre változtatom, pont azért, hogy tükrözze azt, hogy igazából az edukációban hiszek, meg nem én vagyok a lényeg, hanem igazából az, hogy kritikus gondolkodás megjelenjen mindenkiben ezt illetően, nehogy a gyógyfeket illetően. Az Instagram és a blogos posztjaidat elnézegetve, pont, hogy nem ez a varázslós vonal jön át nekem, tehát azért mostanában, ahogy megfigyelem, egyre többen térnek vissza így a hagyományokhoz, és egyre menőbb dolog egyébként hüves asszonynak lenni, meg ilyen régi nagyanyáink tudását elővéve gyógynövényekkel foglalkozni, de hogy ebből tényleg vannak ezek a hol töltekor, tegyük ki az ablakba a kristályokat, és abból csináljunk holdvizet, meg nem tudom jellegű dolgok, meg van ez az edukatívabb vonal, de hogy akkor te ezek szerint inkább hát én azt mondanám, képviseled. Szóval, hogy én azt mondanám, hogy ennek a kettőnek az ötvözete, tehát, hogy van a spiritualitás, az egy nagyon fontos dolog, de hamarosan szitok szóvá válik, ha még nem történt meg, mert hogy ez az áspiri vonal, ez nagyon-nagyon erős Magyarországot, más országokban is gondolom, de hogy Magyarországon különösképpen, és ez egyrészt rettentő kontraproduktív, másrészt, na, szóval nem vagyok vele kibékülve, viszont az alapja ennek nagyon jó, nemes és hasznos, és én nagyon pártolom azt, hogy nagyanyáink örökségét vigyük tovább, hogyha lehet ilyen gyönyörű szavakat használni. Emellett viszont azért emeljük be azt, hogy tudományosan mi az, ami bizonyított, vagy mi az, amit már réges-rég megkérdőjeleztek. Például erre az édeskömény egy nagyon jó példa. Az édeskömény szokták például várandósoknak, vagy szoptatás alatt lévő édesanyáknak javasolni, hogy te jó, mert mennyire jó lesz ez a hasfájós babának, meg magának az anyukának is, meg álmegű. És azt régen nagyon használták, a mai napig ajánlják, de például a szakma már megoszlik, mert az a tudományos elvárás, hogy édesköményt 6 éves kor alatt nem adunk, és például már szoptatás alatt sem jó ezt fogyasztani. Én például ezt az iskolát vallom, de ebben a szakmában is sajnos módon nagyon megoszlanak a vélemények arról, hogy mi a jó és mi a nem jó. Belementünk itt hirtelen. Edukációba ugrottunk egy nagy fejes, de fontos lenne, hogy visszatérjünk ahhoz a kérdéshez, amit a Judit feltett, hogy hogyan jutottál te odáig, hogy természetgyógyász legyél. Hogyan jött ez neked? Meg egyáltalán. Igen, az hát, mire vezetett volna? Hát figyelj, egyébként én mondhatnám azt, hogy minden ide vezetett, ahol most tartok, és ez minden emberre igaz, hogy ahol most tart, az minden dolog az életében, tehát minden, tudom én, gyerekkori traumám, meg csalódások. Ezért, hol találkoztál egyáltalán? Ami végül is ide vezetett, vagy hát mondjuk az első datálható gyógynövényes kvázi emlékem, ami azt ébresztette föl bennem, hogy már pedig én ezzel akarok foglalkozni, az volt, amikor a Tanyán élő unokanővéremmel beszéltünk, lovagoltunk, vagy nem tudom, mit csináltunk, és akkor pont
említett, hogy jé, ott egy vérehulló fecskefű. Mi az Isten, az a vérehulló fecskefű, nem tudom, 10 éves voltam. Városban nőttél addig. Hát igen, egy város és falu kombináció, egy érdekes vidéki élet volt az enyém, és itt tanyán volt erről szó, hogy akkor most az a gyógynövény, és akkor az így fest, meg arra jó, meg nem tudom. És mondom, úristen, hát ez engem baromira érdekel, és elkezdtem olvasni a témában, nem tudom. Aztán elkerültem egyetemre, én teljesen más szakmát választottam, de hobbiként azért megmaradt az, hogy teázgatok, meg tudom. Tehát, hogy így saját magam szerettem mindig is megcsinálni a dolgaimat, hát akkor a medicina is legyen már így. Persze soha nem voltam például nyugati orvoslás ellenes, ez megmaradt, valahogy így ösztönösen mindig azt képviseltem, hogy ezt kiegészítendő, nagyon szeretem használni a gyógynövényeket. Aztán, tudom, én dolgoztam pár évet, és akkor úgy gondoltam, hogy unalmas az életem, akkor valamit vigyünk már bele, és mondtam, hát itt a gyógynövények, mit kell csinálnom ahhoz, hogy én gyógynövényekkel foglalkozzak? És valahogy szembe jött a természetgyógyászat, mint képzés. Akkor még Sopronban laktam, és Sopronból utaztam fel Budapestre, mit tudom én, minden akárhányadik hétvégén. És akkor látogattam ezt a képzést is, a fitoterápia képzés az, ami ezen belül szakosodik a gyógynövények, természetgyógyászaton belül szakosodik a gyógynövényekre, és azt tanultam. Ilyenkor 2013-at írunk, és 2014-ben találkoztam egy természetgyógyász oktatómnál az aromaterápiával, mint olyan. Én a Panorom Aromaterapeuta Intézet növendéke vagyok még a mai napig, és folyamatos képzésben vagyok. És a Feller Adrián volt a tanára, ez egy fantasztikus nő, tehát hogy én egy rendkívül zárt, fiús, kis csaj voltam, tehát hogy minden ellen lázadtam, meg nem tudom, tehát lefelé néző tekintet, összezárt száj, fú, nagyon rettenes állapotban voltam, és akkor jön ez a nő a maga nőiességével, és teljesen elvarázsolt, tehát és akkor hozzak is illatokat, hát mondom, ez de jó, úristen, vá, szenzációs háromnapos alapképzésünk volt akkor még, aztán ezt így tovább is tanultam. Szóval, hogy nekem így jött igazából. És itt volt olyan tapasztalatod itt, amikor az aromaterápiával kapcsolatban tanultál, hogy mondod, hogy ilyen zárkózott voltál, akkor volt valami illat, vagy valami hatás, valami tapasztalat, ami elindított azon az úton, hogy ma már nem mondanám azt, hogy olyan zárkózott vagy. És képzeld el, hogy amikor az alapképzésen voltam, akkor itt azt szagolgattunk 50 ezer illatot, és ott volt a damaszkuszi rózsa. Na hát én ilyen fiús kislánként csak nem fogom szeretni a rózsát, tehát fúj, teljesen elutasító voltam. Nagyon nem szerettem az illatát, a virágét sem, meg egyáltalán a szimbolikáját, és akkor mondtam az Adrián, hogy hát ez a nőiesség illata, úristen, mennyi fantasztikus, és tényleg zseniális, hogy mennyi mindenre jó a damaszkuszi rózsa illóolaja. De én mondtam Adriánnek, hogy figyelj, ez nekem büdös. És nem az volt, hogy kiküldött, vagy képzelem, semmi. Nem baj, ilyen van. Keressük meg akkor neked azt az illatot, ami kinyitja a nőiességedet, és egyrészt annyira jól esett, hogy nem mondott le rólam, meg a nőiességemről valaki. De meg... vágytál rá különben, akkor egyébként azért igen, titkon, te főleg, hogy amikor ő így... Igen, és akkor azt megmutatta, hogy így is lehet nőnek lenni, ez fantasztikus inspiráló volt, és az tök vicces, hogy az ilang-ilang volt az én nőiesség illatom, ami egy nagyon bódító virágillat, tehát most ezt így ide képzeltek, és tényleg ilyen émeítően virágillatú, tehát hogy a rózsát elutasítom, de nekem ez volt az, ami tetszett, tehát hogy így röhögtem is, hogy hát jó. És már ott azon az alapképzésen kinyitott bennem valamit ez az egész, meg maga az ilang-ilang is, de hogy ez az egész folyamat, és az onnantól odáig kvázi eszkalálódott, hogy most írunk 2024-et, és már szeretem a damaszkuszi rózsát, tehát hogy most már van is otthon, tartom, használom magát a virágvizet is, meg az illóolaját is, és ez egy eszméletlen jó most út. Megint belecsapnék itt egy ilyen egészen gyakorlati kérdésbe, hogy mit jelent az így a gyakorlatban, hogy egy illóolaj kinyit
valakit, tehát hogy mit kell ehhez csinálni, meg kell szagolni, magadon kell viselni 8 hétig fürdés nélkül, párologtatni kell, meg kell inni egy üveggel, tehát hogy mit... Igen. És ennek mi a tapasztalata már, mint hogy honnan jön a tapasztalata, hogy az meg fog történni? Nagyon érdekes. Hát ja, és akkor itt jön a spiritualitás, meg a tudomány házassága, hogy ezek így működnek. Alapvetően én abban hiszek, és szerencsére az iskola is, ahol tanultam, abban hisz, hogy működnek abszolút a spirituális csatornák, viszont csak arról mondhatom el azt, hogy ilyen is olyan hatása van, amiről klinikai vizsgálatok egyértelműen bizonyítják, hogy ilyen is ilyen hatása van. Na most, tehát azt, hogy kiben nyitja ki a nőiességet az ilang-ilang, erről viszonylag kevés tanulmány született, szerintem még nincs is. Tehát, hogy ez így nem feltétlenül... De magadra kented, vagy csak minden nap megszagoltam. A minden nap túlzás, tehát az aromaterápiában is azért ott vigyázni kell, vagy nem vigyázni, de figyelni kell arra, hogy megfelelő időközönként használjuk, megfelelő időintervallumban, stb. Tehát, hogy ez így. De nekem már akkor egy valamit megmozgatott bennem az első szaglás is. Tehát tök érdekes volt, és onnantól kezdve én így vonzottam hozzá, most nekem szagolnom kell, úgyhogy rendeltem is egy üveggel, és akkor otthon párologtatóba tettem először. Én így ilyen az angol aromaterápiával ismerkedtem, az ugye inkább ez a, tehát ott nem használják magukon az emberek, hanem ilyen wellness élmény, szagolgatják, mint a maximum fürdővízbe rakják, esetleg masszáshoz, de az már inkább a francia aromaterápia, ami egy kicsit közelebb áll az állapotjavításhoz szerintem. Úgyhogy így, a klinikai vizsgálatok azok inkább úgy működnek, hogy hát, és nyilván nem a nőiesség kinyitása ott a kutatás célja, hanem mondjuk az idegrendszerre gyakorolt hatása. Uh-huh. Tehát, hogy akkor megvizsgálják, hogy mondjuk szorongásoldó, vagy stresszoldó. És hogyha mondjuk egy Feller Adrián, vagy bárki, aki azért már egy sokat látott ember, vagy én úgy tartom, hogy gyógyító egyébként, azt mondja, hogy ennek a lánynak az a baja, hogy nagyon sok visszafolytott, mit tudom, milyen van, és mit a szorong, és akkor valahogy a szorongás oldásba menjünk, vagy az, hogy tényleg ezekből az állapotokból például ki tud hozni. Tehát van egy olyan kémiai összetevője, vagy egy olyan vegyület van benne, ami például az idegrendszerre gyakorolt hatása, vagy például a szívre gyakorolt hatása van. És például az aromaterápiában, meg a gyógynövényeknél is azt szoktuk figyelni, hogy ha mondjuk szívre jótékony hatású, például az ilang-ilang az ilyen extra szisztóla esetén, tehát hogyha félreüt a szíved is szokták használni ilyesmire a klinikumban, akkor az valószínűleg tehát a szívnek az érzelmi vonalára is hatni fog, és akkor itt már jön a népi tapasztalat, hogy igen. És ha van valamilyen illat, amihez extra módon vonzódsz, vagy mondjuk így elsőre így azt érzed, hogy megszólít, akkor azzal így valószínű, hogy van dolgod, és mondjuk érdemes utána járni, hogy annak mi a jelentése? Végül is igen, és ezért is hiszek én a személyre szabottságban, amikor mondjuk kozmetikumot keverek, vagy bármit is csinálok, vagy hogyha beszélgetek valakivel, mert tehát például mondjuk, mit tudom én, ott van az orvosi levendula, akár illóolaj, tea, arról viszonylag többet tudunk, hogy mondjuk nyugtató hatása van. Viszont, hogyha nekem van egy olyan emlékem az orvosi levenduláról, hogy egy gyerekkoromban bántalmazó embernek levendula illata volt, akkor engem biztos, hogy nem fog nyugtatni a levendula, hanem elutasító leszek. És ez vice versa, tehát hogy ez jó oldalba is elmegy, hogyha nekem van valamiről egy jó emlékem, mert mondjuk a életem nagy szerelme, nem tudom, kubebabors illatban úszott, akkor én biztos, hogy életem végig imádni fogom a kubebaborsot, vagy most mondtam valamit, vagy a gyerekkor illata, vagy nem tudom, nagyanyám gyöngyvirág szappana, bár pont gyöngyvirágillóolaj nincs, de hogy nem tudom, rózsaszapanyát imádtam, akkor a rózsát szeretni fogom, tehát hogy ezek működnek, és érdemes is egyébként azokat az illatokat használni, amiket szeretünk. Amiket nem szeretünk, azért azokkal is érdemes, ha nem is megbarátkozni, de érdemes utána nézni, hogy vajon miért nem szeretjük őket. Én kapásból a sasfát találtam be, mint a világ egyik legdrágább alapanyaga. Tehát a legdrágább illóolaj a sasfája egyébként. Na, az Oud néven, vagy Oud néven ismert, igen. És sajnos szerelmes vagyok ebbe az illatban.
Na, hát sokan, sokan nagyon. Érdekesség egyébként, hogy egy kolléga nőtől hallotta, aki egyébként az aromaterápia mellett idegen vezető is. Nagyon világlátott hölgyről van szó, és ő mondta, hogy a sasfa és a damaszkuszi rózsa illóolaj, hát ezek legdrágább illóolaj mind a kettő, vagy hát a legdrágább illóolajok egyike mind a kettő, és ennek a keverékét kenik magukra például bizonyos arab országokban esküvő, vagy bármilyen ilyen nagyobb esemény alkalmával, szóval, hogy ezeket rituálisan azért szokták használni. Mondjuk ez pont nem az az illóolaj, amit minden nap párologtatóba csepek, tehát azért 80 ezer forintot így elpárologtatni, azért az nem egy vicces dolog, vagy hát kinek mi egyébként. Elhangzott itt, hogy kozmetikumokat keversz az előbb, meg a Judit is úgy mutatod be, mint gyógynövényeket foglalkozó szakember. Hogyan függ ez össze a természetgyógyászattal? Uh-huh. Hogyan jövünk bele? Ezek ilyen alműfajok? Vagy... Végül is igen, bár aromaterapeuta Magyarországon, az végül is orvos is lehet, tehát nem kell ahhoz természetgyógyász végzettség, illetve a Panaroma Aromaterapeuta Intézetben lehet aromaterapeuta vizsgát tenni, ami nemzetközileg is elismertethető. Hát ez egy hosszú dolog. Úgyhogy van egy ilyen szakma, hogy aromaterapeuta, van egy olyan szakma, hogy fitoterapeuta, és akkor ezek természetgyógyászaton belüli szakágak is lehetnek. A fitoterapeuta az nem áll önállóan, viszont az aromaterápia az állhat önállóan, de akárki azért nem, azt hiszem nem lehet aromaterapeuta, csak természetgyógyász, orvos, meg kozmetikus, ami egyébként egy könnyítés, mert európai szinten van olyan ország, ahol csak orvos lehet aromaterapeuta, amit mondjuk én üdvözlök egyébként, és van olyan ország, ahol csak természetgyógyász és orvos, tehát a kozmetikusok kiesnek ebből, tehát hogy nálunk azért ez viszonylag lazábban kezel dolog. És mit csinál egy természetgyógyász, vagy mit csinál azon belül egy aromaterapeuta? Mit csinálsz? Igen. Talán ezeket megelőzi, hogy azt mondtad ugye korábban, hogy neked az edukáció nagyon fontos. Uh-huh. Ezért mentél tovább itt a tanulmányaidon? Mondtad, hogy ez érdekelt, belekezdtél. Mi a célod vele, vagy miért szerettél volna minél inkább elmélyülni benne, és aztán gondolom segíteni ezzel másoknak? Igen, igen. Ez egy nagyon izgalmas és sokrétű kérdés. Én egyrészt azért kezdtem el, hogy magamon segítsek. Aztán rájöttem, hogy ezzel másoknak is tudok segíteni, és bennem van egy nagyon erős környezetvédő én, vagy nem tudom, és valahogy úgy nézem holisztikusan, tehát így egyben függve ezt az egészet, hogy a természettel harmóniában élve találhatjuk meg azt az utat, ami minket épít, és nem leépít. Viszont ahhoz, hogy természettel harmóniában éljünk, ahhoz, hát ha nem is védeni kell a környezetet, de segíteni most már ott tartunk, hogy segíteni, vagy legalább nem rombolni. És ehhez hozzátartozik az, hogy inkább a természetes dolgokat, tehát hogyha mondjuk megfogom a, nem tudom, ruhámat, és kidobom az erdőbe, akkor az ne 300 év alatt legyen a természet része mikroműanyagként, hanem hogy minél természetesebb legyen. És ehhez hozzátartozik az is, hogy ugye az orvosságunk, ha mondhatok ilyet, akkor az legyen minél természetesebb. És egyébként sokkal jobban fejleszthető az intuíciónk is, ami egy nagyon fontos életadalék szerintem, hogyha természetes szereket használunk. És valahogy így jöttek az életembe a gyógynövények, így mélyültem el. Tehát, hogy a természetgyógyász képzés, amire jártam, az egy jó dolog volt, és egy jó állomás. Viszont ott is elmondták az oktatók, illetve ezt én is abszolút tapasztaltam, hogy az egy dolog, az a tudás, amit ott adnak. De a tudás az úgy fog megjönni, hogyha érdeklődve én még tovább tanulok, vagy tovább képzem magam, és akkor folyamatosan kerestem olyan képzéseket, minden évvel járok valamilyen képzésre, ami szerintem hiteles, megpróbálom megszűrni, mert Dunát lehet rekeszteni a mindenféle coach, meg már azt sem tudom milyen képzésekkel, de nagyon-nagyon nyitott szemmel kell járni, hogy, és itt jön be, hogy az intuíciónak erősnek kell lenni ahhoz, hogy meglássuk, hogy mi a jó, és mi a helyes, és mi a helytelen, és akkor azt az utat követni. Úgyhogy én természetgyógyászat és fitoterápia vonalon képzeltem el a jövőmet, aztán én végül is nem praktizálok természetgyógyászként, mert ezt a vonalat nem akartam erősíteni, és az edukációban azért hiszek. Az edukációt azért tartom fontosabbnak, mint azt, hogy most mit tudom én, hozzám jönnének, és akkor én azt mondom, hogy ezt meg azt csináld. Mert felébreztem azt az emberekben, vagy hát merem remélni, hogy ez megtörténik, hogy ő önmagáért tegyen, és önmaga
útján induljon el, és csinálja azokat a dolgokat, ami számára a legmegfelelőbb lesz. És hogyha én meg tudom szűrni ezeket a hihetetlen mennyiségű információkat, amit tényleg az interneten is fent van, és át tudom adni neki a tudást valamilyen szinten, akkor ő önmagát meg tudja gyógyítani, vagy el tudja indítani azon az úton, ami tényleg neki jó egyrészt. Másrészt nagyon-nagyon megvezethetőek az emberek szerintem, és ez meg is történik, meg azért van, mert nem értjük az alapokat. És én se értem az alapokat nagyon sok mindenben. Tehát mondjuk egy tévét nem tudnék megszerelni, vagy nem tudom. De hogyha megértik mondjuk akár a kémiáját, vagy a működését egy-egy gyógynövénynek, akkor sokkal könnyebb velük dolgozni. Én amúgy mindig ezt hiányolom, amikor nagyanyáink bölcsessége így előbukik, hogy van valami, amit meg kell csinálni, így áll citromfüvet, citromfűfőzetet, és tisztul a vesséd, lehet, hogy mellé mondtam, na mindegy, de nem értem, hogy miért történik az meg. Meg még azt tenném hozzá, vagy azt kérdezném meg, hogy ezeknek a népi praktikáknak önmagukban van-e értelmük, vagy csak egy rendszerben? Tehát, hogy ez működik-e az egy városi életben, hogy akkor így áll, most akkor maradva a citromfűnél, így áll egy citromfűteát, vagy az egész életünket kellene úgy alakítani, ahogy mondjuk régen éltek, természetesebb ételeket enni, a természethez közelebb élni, a saját élelmiszerünket megtermelni, hogy tovább menjek. Tehát, hogy érdemes ezt ajánlani valakinek, hogy fogd ezt a teát, és akkor ez jó lesz, nem tudom, a pajzsmiri problémádra, vagy tényleg csak rendszerben érdemes ezt az egészet csinálni, és bele se kezdjünk, hogyha nem tudjuk. És egyáltalán hogy kezdjünk bele, ja? Hát hogyan kezdjünk bele? Hogyan tudjuk, amit elmondtál te is, hogy teli van álhírekkel az egész internet? Tehát, hogy hogyan szelektáljunk? Hát igen, nehéz ügy. Én azt mondom, alapvetően én egy radikális eszméket szoktam képviselni így ezen belül is, hogy csak akkor, hogyha, de most már nagyon sokat finomodtam ebben, és én azt mondom, hogy érdemes elkezdeni akár kicsiben is. Tehát, hogyha valaki elkezdi a filteres citromfűtát, maradjunk ennyiben, és neki áll, hát a veszőparipám a filteres, te adem, mindegy, az egyik. Így van filteres citromfűtát, mit bánom én, és vagy el fog jutni odáig, hogy rájön arra, hogy ezt lehet mélyebben is csinálni, vagy nem, és akkor issza a filteres citromfűtát, de még mindig nem a Xanax után nyúl, vagy tudom, idegnyugtatók után nyúl, ami szintetikus, meg mondjuk itt a károsítja a vesét. De valószínűleg a citromfűtő nem fog neki annyit használni, nem? Hogyha amúgy ugyanazt az életet éli, mint az egyébként előtt, mint ez meg a másik, igen, hogy amit én képviselni szoktam, hogy azért, hogyha én iszom a citromfüvet, de közben mellette meg hazárdjátékos vagyok, és úristen, állandó stressz alatt tartom magam, és nem kezelem, és nem alszom eleget, és trash kaját eszem, és tudom, én gyűlölködő közegben vagyok, olyan munkát végzek, amit nem szeretek, nem sportolok semmit az égvilágon, és na hát akkor nem lesz változás. Tehát azért az, tegyük hozzá, hogy lehet, hogy csökkenti a vérnyomás, mondjuk a citromfű galagony a kombináció, de nem, vagy foghatni, és akkor egy picit, de nem lesz olyan hatékony, hogy mondjuk, mint mondjuk egy életmód szerűen használ gyógynövény, vagy életmód váltás, ez úgyis divatos kifejezés. Nem kell semmi olyasmire gondolni, hogy most akkor innentől kezdve mindenkinek lepelben el kell vonulni a valami barlangba, és akkor ott gyűjteni a gyökereket, és abból élünk. Szeretünk végletesen gondolkodni mi emberek, sajnálatos módon pedig az arany középúta a jó út, de azért tényleg érdemes azon elgondolkodni, hogy minimális és kicsi lépésekben, tehát nem azt kell elképzelni, hogy én most egy borzalmas életet élek, ami számomra nagyon kertékony, kerülget a szívinfarktus, úristen, akkor mától, mit tudom én, csak kizárólag kínai kelt fogok fogyasztani, vagy nem tudom, hanem lépésekben szépen elkezdeni. Tehát jó, akkor elkezdek gyógyteázni, kicsit elkezdek mozogni, de nem bírok, meg nem vagyok annyira sportos, hát nem fogok lefutni egy maratont, hanem akkor elmegyek sétálni, vagy mit tudom én, tényleg kicsiben, és akkor ez előbb-utóbb kinővi magát odáig, vagy kinőheti magát odáig, hogy wow, én megváltoztattam az életemet, hiszen felelősek vagyunk a saját életünkért,
és ott veszi, vagy észreveszi magát az ember, hogy, hogy akkor a saját kertjéből, vagy a balkonládájából szedi a paradicsomot a salátájából. És amúgy te ebben hol tartasz, hogyha ezt szabad tudni? Tehát, hogy te milyen, milyen életet élsz most? És honnan indultál? És honnan indultam, mert ez igen. volt a kérdés. Igen. Hát figyelj, én is ittam filteres teákat. Wow, lelepleződés. Tehát, hogy én például ehhez képest, ez úristen, nagyon rég, 20 éve, tehát, hogy így nagyon régen, de például onnan indultam, hogy szedtem homeopátiás készítményt is, ma már nagyon nem, tehát ha valamivel ki lehet kergetni engem a világból, a természetgyógyászaton belül az a homeopátia, aki szereti, az csinálja, tök jó, de hát én nem vagyok ennek a pártján. Tehát innen indultam, vagy... De hogy egy városi életből mondjuk kiköltöztél valahova, és az saját... Az most jön. Saját. Igen, igen. Hát én felvidéki származású vagyok. Határon túli magyarként kicsit fura életvitelt kell élni. Ki megéli ezt, ki nem, vagy ki jobban belemélyed, kinek nem tűnik föl. De azért ott mindig van egy alap gyökértelenség érzés, vagy egy gyökértelenség maga, és ezért egy kicsit nehezebb ott boldogulni, meg zárkózottak az emberek. És én alapvetően városban születtem, aztán nagyon sokat jártunk falura, majd kiköltöztünk falura is, és nekem világéletemben, tehát kicsi gyerekkorom óta az nyugtatott le, hogyha kapirgálhatom a földet, tehát hogy így beletúr, kapálod, tehát hogy engem parasztvérem van, vagy nem tudom, de ez engem mindig is lenyugtatott. Aztán én elköltöztem Pécsre, egyetemre jártam, városi élet, stb. És akkor így városban is foglalkoztam azzal, hogy inkább teákat fogyasztottam, inkább ettem gyümölcsöt, bár én kevésbé vagyok gyümölcsevő, én inkább zöldséget eszem, és akkor ez folyamatosan így elmélyült, egyre több zöldséget ismertem meg, tudom, megbarátkoztam a kelbimbóval, ami egy elég megosztó zöldség, és akkor így próbáltam odafigyelni, illetve nekem van porckoron kitüremkedésem, ami még nem sérv, de már közel van hozzá, és ez 19 éves korom óta kísért, és egy helytelen életmód miatt, tehát én voltam például evészavaros tinédzser, nem ettem, nem ittam, már hogy vizet, és pont a fejlődő szervezet időszakában, amikor mondjuk a kollagént azért tolni kellett volna, hát én semmit nem toltam, elkezdtek nem jól működni a szervrendszereim, és amikor már nagyon radikális volt, akkor azért orvosi és szülői segítséggel ott sikerült megállt parancsolni, csak hát mondjuk volt ott is egy félrekezelés, aminek köszönhetően hirtelen meghíztam nagyon sokat, helytelenül mozogtam, tehát most nem fogok újra mutogatni senkire, de azért egy kedvezőbb testnevelési stratégiával egy tinédzser jobban is edzhetett volna, mert fogalmam nem volt, hogy mihez hogyan nyúljak, és így megállás nélkül toltam a felüléseket úgy, hogy közben nem vittem be tápanyagot, és akkor azért ott sérült a gerinc, meg ez egy protrúzió, most ez mindegy. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas folyamat volt, úgyhogy nekem ott folyamatosan tolnom kellett olyan étrendkiegészítőket, hogy kezelésre járni, ami szinten tartotta a hátamat. És aztán úgy voltam vele, hogy engem ez nem elégített ki, úgyhogy olvastam, hogy a jóga az jó lehet. Aztán elmentem jógázni, és tök jó volt. De nekem szerencsém is volt, hogy megfelelő helyre mentem, mert azért jogaoktatóból is annyi van már manapság, mint coachból. Akkor neked már az intuícióid akkor is jól működtek. Hát, vagy segítettek fentről, nem tudom ezt megmondani, de szerencsémre egy munkahelyemhez közeli jogastúdiót találtam, ahol nagyon-nagyon jó szakemberek, tehát tök értettek a gerinchez, például ez egy jogánál szerintem nagyon fontos. Náluk sikerült jogáznom, helyre is rakott, de azért később le is sérültem, szóval nekem erre figyelnem kell alapból. Na és mivel figyelnem kell a hátamra alapból, és étrendkiegészítőket is kellett fogyasztanom, ezért óhatatlanul, meg hát érdeklődő voltam, és elkezdtem utána olvasni, hogy de ez mi, amit szedek, mi az, amit belém nyom az orvos, mi a bánatot eszem, iszom, és egyre izgalmasabb világ tárult fel elém, úgyhogy mivel az étrendkiegészítők is érdekeltek, vagy hát inkább a kémiai hatóanyagok, vitaminok, ásványanyagok, ilyesmi, ezért én bioboltoztam is egy pár évet. Hát ott is elmerültem mi ebben a világban. Nagyon izgalmas dolgok vannak ott.
Meggyőző a bióból? Jobb a bió? Nem mindig, nem mindig. Élelmiszerből egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy jobb. Egy bió élelmiszer, mint a paradicsom, maradjunk ennél. De mondjuk étrend kiegészítőkből nem biztos, hogy jobb. És nagyon izgalmas világ ez, de mindig úgy menjünk vásárolni, akár gyógynövényről van szó, akár étrendkiegészítőről, vagy bármiről, egyébként tényleg bármiről, hogy van bennünk egy egészséges szkepticizmus, vagy legalább érdeklődés, hogy mi ez. Mert nem biztos, hogy az 1800 forintos magnézium az nekünk olyan jó lesz. És itt térnek vissza ahhoz, hogy az alapokkal jó tisztában lenni ahhoz, hogy ne vezethessenek meg. Mert lehet, hogy beviszem a 250 mg magnéziumot, csak az mondjuk szervetlen kötésű, és igazából kipisilem. Akkor az 1800 forintot lehúztam szó szerint a WC-n, míg hogyha megveszem a pici drágábbat, abból legalább a 80%-a mondjuk felszívódik, és akkor jót tettem a szervezetemmel. Tehát akár ezt is lehet. Jó, de ezt laikusként nehéz eldönteni, mert a kémia órák azok már elég régen voltak. Hát és ez baj. Meg hát a kémia órák, amik voltak, azok azért tényleg az, hogy bemagoljuk a milyen tételeket. Például, az egy nagyon jó dolog, de hogy ott azért nagyon sok olyan dolgot bemagolunk, ami viszont nem mélyíti el az alapokat. Nem, de nem mi az sok a érdemi tudás keletkötés? Igen. Igen. Na, de térjünk vissza az életedhez, hogy állsz most a természet közeliséggel. És akkor, igen. Szóval eljutottam odáig, hogy akkor erre így folyamatosan odafigyeltem. Most hol tartok ebben? Nagyon szerteágazó ez a terület, és egyre több mindenre figyelek, tehát olyan ez, hogy minél több mindent tudsz, annál nagyobb annak a tudásnak ugye a horizontja, ez szélesebb, és hogy tényleg rengeteg mindenre oda tudok figyelni, de valahol tényleg mindennel összefügg, és minden kapcsolódik mindenhez. Én igyekszem tudatosan táplálkozni, vannak kilengéseim nekem is, meg itt iszom kávét, például most az elmúlt pár hónapban tenetesen kevés vizet iszom, és most ezzel nekem nehéz megbékélni, hogy egészséges életmód, és mégis kevés vizet iszom. De a vizet például is akkor is inni kell, amikor baromira nem kívánja az ember, mert én ezzel állandó küzdésben vagyok. Úgy gondolom, hogy nem tudunk szabványt, vagy hát tudunk szabványt mondani, hogy kinek mennyi vízre van szüksége. Ez is egyénfüggő, tehát, hogy mondjuk van, aki 2 literre, de most egy 2 méter 20 centi sportolónak azért több vízre van szüksége, mint egy 2 liter, van, aki meg el van 1,5 liter vízzel is. Viszont én úgy vagyok vele, hogy érdemes egy kicsit ösztönöznünk magunkat arra, hogy igen, megígyam a minimális mennyiségű vizet, akkor is, hogyha most épp nem kívánom, hogy legyen. És akkor ezt úgy érdemes mondjuk vízivásban megcsinálni, hogy akkor már mit, amit kipécézzük, hogy akkor nekünk 1,5 liter vízre minimum szükségünk van, de legyen 2. És megisszuk délelőtt az egyik felé, délután este felé a másik felét, viszont legyen mondjuk egy időablak, amikor nem iszunk, hogy mondjuk 2-3 óra. Hogyha esetleg víz nélkül maradunk egy nap folyamán, akkor a szervezet ne sokként érje meg azt a vízhiányt, hanem fel tudjon rá készülni. Amikor már kívánom a vizet, akkor már nem jó inni, úgymond, hanem inkább előtte kell, mielőtt kívánom a vizet, mert ha már kívánom, akkor szomjas vagyok, akkor már hiány van, és úgy érdemes inni, hogy a hidratáltság felmaradjon, úgyhogy ezt még így előtt. De ismét visszatérek ide. Nagyon gyakorlatiasra lefordítva, hogy úgy kell elképzelni a te életedet, hogy ülsz a Blahalújza téri lakásodban, és számítógépen dolgozol, és nem tudom, időnként beleszagolsz egy illóolajba, vagy úgy, hogy laksz, nem tudom, valahol a Bözsönyben, saját kertedben nevelgeted a répáidat, és hétvégente gyógynövényeket gyűjtesz az erdőben, vagy valahol a kettő igen, között. Nagyon érdekes. Ez is volt, és az is az életemben laktam nagyon közel a Blahalújza térhez, és csináltam azt, amit mondtál. Aztán én 3 éve, úristen, tényleg Jézusom, 3 éve felköltöztem az erdőbe, a Budai hegységben laktam, konkrétan az erdő közepén, egy házban, és na ott megéltem ezt, hogy akkor délelőtt munka, délután gyűjtögetés, meg nem tudom, meg ilyenek, meg ott a helyi hollók voltak a szomszédaim, beszélgettem a vércsékkel, tehát hogy egy nagyon, meg volt egy róka, akivel ott összebarátkoztam. De ez egy albérlet volt? Ez egy albérlet volt, igen. Megkérdeztem, hogy megvásárolhatom ezt az ingatlant, mondták, hogy 250 millió forintért be, amikor mondtam, hogy akkor ezt meg átgondolom. Na mindegy, szóval volt ilyen időszak. Most onnan el kellett költöznöm,
albérlet, úgyhogy mondanom sem kell. Viszont izgalmas ez a kérdés, mert most állok költözés előtt, és most már Nógrád vármegyébe költözöm a kis újdonsült birtokomra, ami nem az erdőben, de az erdő szélén van egy kis faluban, és na ott fogom termelni a saját kis répácskáimat, meg egyebeket, meg a kis gyógynövényeket, úgyhogy ott van mindenféle terv, és az edukációt is igyekszem. Majd Budapesttől nincs messze, úgyhogy lehet jönni. És miket kevergetsz? Beszéljünk most arról egy kicsit, hogy elkészülnek a gyógynövényeid, és miket kevergetsz belőlük, azt mire használod, hogyan hasznosítod? Hát figyelj, én abban hiszek, hogy nagyon jók a monoteák, tehát az azt jelenti, hogy egy gyógynövényt használsz, mint a citromfű, ha már örök példánk, és tök jó abból forrázatot készíteni, és akkor megiszod, és akkor az tök jó. Alapvetően viszont sokkal jobb, hogyha, vagy nem mindig, de sokszor sokkal jobb, hogyha több gyógynövényt keversz össze, és akkor ez a keverék úgymond szinergikusan hat, tehát a gyógynövények kiegészítik egymás hatását. Csak egy jobb hatást lehet elérni, úgyhogy ezért is kevergetek gyógynövényeket. Figyelem magam, tehát van egy tudatosságom, és ez szerintem nagyon fontos, hogy mindenki kinél meglegyen, vagy kifejlesszük, hogy legyen egy öngondoskodó tudatosságom, hogy úristen, ha most menstruálni fogok, akkor, és tudom azt, hogy most mit tudom én, milyen holdállásnál fogok menstruálni, meg most nyűgös is vagyok, hajtás van melóban, akkor biztos, hogy ezt meg azt a gyógynövényt fogom inni, mert az nekem jó, vagy azt mondták okos emberek, hogy az jó lesz. Én például a cickafarkkal vagyok így, hogy én például nem szeretem a cickafark, tehát már hogy az ízét, viszont szoktam fogyasztani, mert a hatás az viszont számomra iszonyat jó a premenstruációs hisztinben, és mivel nem szeretem az ízét, ezért vagy teszek bele szárított almát, egyébként citromfüvetésre az egy kis idegnyugtató hatású, és kicsit feljavítom az ízét, és akkor már fogyaszthatóbb. És ezeket már te gyűjtöd be? Tehát, hogyha saját célra? Ha saját célra, akkor van, amit most a cickafark citromfőz pont az, amit én, vagy hát az egyiket azt termesztettem, a másikat azt gyűjtöttem. Van, amit meg vásárolok, és akkor van egy ilyen dévaványai üzem, ahol ilyen nénik gyűjtik a teát, és akkor tőlük vásárolok. Tehát mivel bioltoztam, ezért így nagyjából képben vagyok, hogy melyik márka az, ami jó vagy kevésbé jó, vagy élt meg szebb éveket is a vállalat, ami a minőséget illeti, és akkor tőlük vásárolom, vagy pedig vannak olyan kistermelők, akiktől tudom, hogy nem az van. Oké, tehát hogy valaki leszedi a kertjében a gyógynövényt, vagy kimegy a rétre, az tök jó, de attól, hogy valaki saját magának szedi a gyógynövényt, az még nem garantál minőséget, mert lehet, hogy kevés esőt kapott a gyógynövény, vagy ott nőtt, vagy lepisilte a róka, nem mosták meg, vagy a termesztés tényleg nem virágzás előtt gyűjtötte, hanem virágzás után, vagy mit tudom én, 1500 kritériuma lehet. De mivel van erre valamennyi rálátásom, ezért ezt is figyelni szoktam. De most, hogyha egy laikus próbálja ezt, akkor érdemes nyitott szemmel járni, meg nincs egyszerű dolgunk, szóval azért ilyen információ és termékdömpingben. És hogy krémeket is kevergetsz, de igen. Ezeket meg főleg egyénileg, ha jól tudom. Abszolút. Én például nagyon meglepődtem, amikor kértem tőled egy krémet, és akkor megkérdezted, hogy mennyi vizet szoktam inni, vagy milyen mozgásokat csinálok, meg fényderült a pajzsmirigy betegségemre, meg nem tudom, és hogy így megleptek ezek a kérdések, mert nem voltam hozzászokva, hogy ez mondjuk miért számít egy ilyen kozmetikumnál az, hogy kinek milyen betegsége van, ez sejtem a választ, de... Igen, szoktam keverni egyrészt magamnak is, meg ez a másik vonal volt, hogy gyógyták, és akkor utána én gyógykencéket is nagyon szerettem, tehát a klasszik körönvirágkenőcsel kezdtem szerintem a kutyolgatást, vagy mert nem is tudom, valami se olajas zsíradék testápoló, vagy ilyesmi, tehát ezek a klasszikus ajakápoló és társai. És aztán ezt is továbbfejlesztettem, mert úgy voltam vele, hogy ha ezt meg tudom csinálni, akkor meg tudok csinálni mást is. És amúgy, hogyha én meg tudom csinálni, akkor bárki más is meg tudja ezt csinálni, csak kell hozzá egy kis alázat. És úgy voltam vele, hogy én a boltok polcairól nem akarom
levenni azt a terméket, ami tartalmaz, mondjuk, mit tudom, kőolajat, tehát volt egy ilyen környezetvédelmi szemléletem is, vagy olyat, ami szilikon tartalmaz, ami nem ürül ki a tehát, hogy az, hogyha belekerül a vizekbe, vagy a talajba, akkor azonnal nem ürül ki, és az nem egy élethatékony anyag. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor elkezdem kutyulni. De úgy valahogy aztán úgy már nem volt elég a körömvirágkán, és mit tudom én, aztán csináltam kicsit komplexebb emulziókat is, és akkor ez is elmélyült, meg elmentem még képzésre, szóval nagyon jó vegyészmérnökökkel tudtam együtt dolgozni, nagyon-nagyon szerettem ezeket a sulikat, és akkor eljutottam a kenszerkészítésig, és mivel volt egy természetgyógyász, vagy pontosabban komplementer medicina szemléletem, ezért ezt így próbáltam ötvözni, ezt a látásmódot, és a kozmetikumnál is úgy vagyok, hogy keverhetek én mondjuk olyat, ami, mit tudom én, egy klasszik gyulladás csökkentő, ami mindenkinek csökkenti a gyulladását, vagy ránc megelőző, azt úgyis mindenki szereti. De mi lenne, hogyha olyan keveréket készítenék, ami mondjuk az egyénnek segít. Ha már úgyis beleteszem azt a hatóanyagot, mit tudom én, egy illóolajat akár, aminek 800 féle másik hatása van, akkor mi lenne, hogyha az a kozmetikum hatna a teljes szervrendszerre? Úgyis hatni fog a teljes szervrendszerre, csak mondjuk akkor bele tudom tenni tudatosan azokat az összetevőket, ami annak az egyénnek jó. Úgyhogy én ebben hiszek, és ezért is kérdeztem tőled, hogy mi újság, mert mondjuk, hogyha pajzsmirigy alulműködésed van, akkor nem fogok beletenni olyan összetevőt, ami esetleg ezt kibillent. Tehát most mit tudom, egy csepp nem biztos, hogy kibillent, de mondjuk nem is feltétlen lesz jó, meg akár lehet olyan szinten érzékeny egy ember, hogy akár egy csepp összetevő is ugyebár kibillentheti. Vagy hogyha tudom, hogy mit tudom, én mondjuk maradjunk az én példámnál, hogy egy zárkózott, elutasító fiús csaj, egyrészt nem teszek bele neki rózsát a ránctalanítójába, de akkor tudom, hogy valamivel ezt a szorongást, vagy ezt a merevséget inkább, ezt oldani kell, és akkor egy merevségoldó, egy lazító olajat tehetek bele, és azt fogja mondani, hogy Isten, de jó illata van, és tudom, hogy jó lesz az illata, de még a hatása is. Nem biztos, hogy ő tudni fogja, de akár így is hathat. Úgyhogy én ezért szoktam megkérdezni mindig ezeket a dolgokat, ha már személyre szól, mert ezeket az általános krémeket csinálják már. Ott vannak a boltok polcain, nagymárkák, mit tudom én. Hatnak, nem az, most más kérdés. Ugyanígy házi kozmetikum készítésben is van olyan bőségesen, akik általános krémeket kevernek. Ezért voltam vele úgy, hogy akkor a személyre szabadság. Szerintem az sokkal inkább előre visz, hogyha magunkra formáljuk a mi kis világunkat, mint hogyha valami általánost húzunk magunkra. És milyen visszajelzések vannak? Jó visszajelzések vannak. Nagyon ritkán kapok valami negatív visszajelzést, és akkor is igazából az, hogy hú, ennek lehetne erősebb illata, vagy valami ilyesmi, de vagy mondjuk úristen, nagyon érzem a kenderolajat, nem tudom, ilyenek, de általában jó visszajelzések vannak, és például olyan bőrproblémákra is találtunk már megoldást, amire korábban mondjuk nagymárkák termékeivel nem találtak megoldást. Én nem akarom itt nagyon bereklámozni, de én két dolgot tudok elmondani. Az egyik, hogy ilyen érezhetően puhább lett az arcom, mióta ezt a személyre szabott krémet használom. A másik meg, hogy most nem tudom, hogy ezt én képzelem bele, vagy ez tényleg ott van, de hogy valahogy érzem rajta ezt a személyre szabottságot, hogy minden reggel és este, amikor bekelem a kis pofámat, akkor az olyan kis rituálé lett, és olyan jó érzés, nem tudom. Hát meg ez is fontos, persze. Igen. És én egyébként hiszek a placebo hatásban is. Tehát, lehet, hogy én ezt nem tudom. És ezért szoktam már így legyinteni, hogyha azt mondja valaki, hogy a mit tudom én, micsodára jó neki, a nem tudom milyen gyógyfű, aminek tudományos alapja egyáltalán nincs, hogy jó, akkor használd, mert ő elhiszi, hogy az jó, és akkor így végig gondolom, jó, végülis ártani nem árt, kontraindikációja nincs, vagy nem olyan, mint ami neki ártana, használja, higgye azt, hogy jó, mert ez is a hit, az nagyon sokat tud segíteni egyébként. Hogyha valaki szeretne ráállni erre a vonalra, és mondjuk vágyat érez, hogy gyógynövényeket gyűjtögessen saját felhasználásra, krémkészítésre, vagy szeretne
aromaterápiát tanulni, hogy akkor hogyan, hol kezdjem bele, mit ajánlasz neki? Hát figyelj, én most hazabeszélek, meg az alma mátereimet nagyon szívesen elmondom, hogy a magyarországi kozmetikum készítő sulik közül én messze a Dermakadémiát tudom ajánlani. Uh-huh. Vegyészmérnök, fitoterapeuta, tehát hogy szakmailag is nagyon-nagyon felkészültek. Eszméletlen jó energiájú csajok vannak ott, és segítőkészek, és tényleg, tehát hogy az alapjait is elmondják a dolgokat. Ez egy milyen hosszú képzés? Hát többféle konstellációban van. Hát az alapképzés, ez fél év, vagy valami ilyesmi. Aha, tehát, és ha valaki ennél kisebb energiájú. Instant megoldások? Hát figyelj, én hát, azonban mondjuk... hiszek, de szoktak workshopokat tartani egyébként, aha, hogyha mondjuk, mit tudom én, egy dezodor készítem. Neked amúgy ilyen krémes workshopod nincs? Szokott lenni egyébként, szokott? Ilyen szérumként. Meg én igyekszem inkább olyan workshopokat készíteni, vagy prezentálni, ami mondjuk nem az, amit már megszoktunk, tehát a selvaj, kakaóvajjal összekeverve is egyenlő testápoló, vagy az ugyanez, plusz illóolaj, az ajakápoló, meg mit tudom én. Tehát, hogy ezeket abszolút meg lehet csinálni viszonylag veszélytelenül, ha megfelelő minőségű alapanyagokat használunk. Ez nagyon fontos, hogy mindig az alapanyag az minőségi legyen. És... Akkor ezekre jók ezek a workshopok, tehát akár. Én mondjuk ilyen gélszérum készítést is szoktam, uh-huh, vagy tudom, terápiás olajkeveréket is szoktunk, de az már egy kicsit hosszabb workshop. Érdemes ezekre ellátogatni. Nem, tehát az a baj, hogy manapság szakemberekkel is tele van már a Duna, vagy hát Dunát lehet velük rekeszteni. Ezek a lufiárusoknak hívjuk így, hogy tényleg már ezek a tartalmatlan dolgokat árulnak, csak életében egyszer csinált egy dezodort, és akkor most már is füves asszony, tehát ez nagyon divik. És sajnos a nagy nevű közepe, tehát hogy mi mindenkit már az a baj, hogy meg kell kérdőjelezni, mert annyira hígul minden, főleg, és hogy hogyan ugye lehet csekkolni akkor, hogy nagyon nehéz. Nincs egyszerű dolgunk, az a baj, mert nagyon nehéz, meg annyira hitelesen is próbálják előadni meg. Én azt tapasztalom, hogy ami nekem szívfájdalmam, hogy nagyon sokan megelégednek a középszerrel, vagy mondjuk nem érdekli őket, vagy nincs idejük, nem szánnak időt az alaposságra, és akkor elég, hogyha neki valaki, aki csinált már valaha kozmetikumot, azt mondja, hogy a sávaj bőrpuhító, vagy hidratáló, de nem... Viszont jó, de hogyan hat? Tehát, hogy mondd el. És nincs erre igény, hogy elmondják, hogy a sávaj okkluzív hatású, mi az az okkluzív védőréteg képző, a barrierréteget, az mit jelent. Tehát ő nem fog behatolni a mi bőrrétegbe, hanem ő a felső bőrfeszi, és ettől jó egyébként, hogy ő a felső bőrrétegen egyfajta filmréteget képez, de ez azért egy lebutított magyarázat, és ő ezáltal egy védőburkot képez, és hagyja a bőrt ez alatt a védőburok alatt működni. Míg a többi zsiradék, mit tudom én, egy ligetszépe vagy borágóolaj pedig a bőr mélyebb rétegeibe be tud hatolni, mert azok meg telítetlen zsírsavakban gazdagok, és akkor ők mélyebbre tudnak menni, és ők ott dolgoznak, szóval ez egy izgalmas dolog. Szóval akkor hogyan? Ez egy jó csekkoló kérdés mindig, hogy de miért? De miért? Igen. Miért és hogyan? Hogyan működik? Meg ezek alapján akkor gondolom azokat is meg kell kérdőjeleznünk, akik mondjuk egyféle krémet árulnak mindenkinek, persze, minden problémára. Persze, varázskrém, a kedvenceim az ilyen varázs megoldásokat nyújtó mindenre is jó dolgok. Nekem is van egy olyan balzsamom, amit otthon kikevertem, és mindenre használom, mert jó, hát mondjuk mit a nekem az arcbőröm nem bírja, mert nagyon zsíros, de kézkrém, lábkrém, sebgyógyító krém, minden krém, mert hogy tök jó. Viszont igen, tehát hogy azért érdemes az ilyen mindenféle varázsszereket megkérdőjelezni, és engem is mindenki kérdőjelezzen meg, mert hogy legyen meg az egészséges szkepticizmus, hogy de ezt most miért mondja? És hogyha nekem mondjuk nekem szegezik a kérdést, hogy ezt miért mondom, akkor elmondom, hogy miért mondom. Tehát általában én olyanról nem beszélek, aminek a mélységét nem értem, vagy nem tudom. És van olyan, hogy megkérdeznek, mit tudom én, micsodáról, és azt mondom, hogy erre nem tudok válaszolni, viszont tudom, hogy XY tud. És akkor elirányítom hozzá. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Akkor kedves hallgatók, hogy amennyiben próbálkoznátok, csekkoljatok mindenféleképpen előtte, így vagy úgy.
Köszönjük, hogy itt voltatok velünk ti is. Nem tudjuk, hogy mikor jelentkezünk újabb adással. De fogunk. Egyszer majd csak fogunk. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!